Tehát, hogy a téridő diszkontinuum problémája, vagy a téridő kontinuum, mint olyan, szervusz, az éppen a szingularitások létével kérdőjelezhető meg. Nos hát, hogy mondjam, ez erősen filozófiai jellegű kérdésnek tűnik. Azt viszont, hogy hogyan kerek az elméleti fizika tartománya és kompetencia köre, hát, vagyis olyat kéne megkérdezni, aki ebben nyakik benne van, hogy mi a véleménye róla, de mindegy. Most azt nem tudom, hogy a Robi mivel fog minket megörvendeztetni és megbotránkoztatni. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy először meghallgatjuk őt. Az újonnan jött ketteknek. Ugye ketten vagytok, akik újak. Ti ketten. Hát a mostani kiinduló pontunk ez a 93-as vagy 94-es Cambridge-i vita, illetve nem vita, hanem 3-3 előadás Penrose, illetve Hawking részéről a téridőben föllelhető szingularitások problémáját elsősorban és a fekete lyukak, illetve hát a könyvben elkeresztelt úgynevezett kvantumkozmológia. Kvantumkozmológia ez egy szép kifejezés, ugye, bár mert tulajdonképpen kozmológia csak egy van, miután univerzum is egy van. Itt voltak éppen ugye a nagy-nagy elmélet céloztatik meg, vagy kerül a célkeresztbe, hogy olyan lehet ne kvantálni a gravitáció elméletét. A másik három kölcsönhatásai már ugyanis megvan. Na jó, ez volt a kiinduló pontunk. Tudom, hogy ez most kicsit dodonai, nem mit csináljunk, mert nem akarjuk rabolni időt. Ma egyik ősrégi törzstagunk fog föllépni, a Robi, aki képzettségére nézve elektromérnök. Tehát ugye, aki a mi egyetemre jár, az elvileg lehet egészen kiváló matematikus is, meg nem egészen kiváló matematikus, de egy biztos, hogy bölcsészeknél az a feltehetőleg kompetens. Egy szó mint száz, most meghallgatjuk őt, utána lehet kötekedni, és kérdéseket föltenni, és egyáltalán valamiféle összefoglaló mederbe terelni a diskutánkat, de amit teljesen felesleges mondom, hogy az időt raboljuk. Parancsolj kérlek, jöhet a megbotránkoztatás. Jó. Készülök egy kicsit hátladi kingba befutni egy kicsit. Vannak olyan törzstagok, akik is nincsenek jelen. Tudom takarítani a államfogyasztások el 70%-án is. Nagy humanista vagy. Ezt viszont egy, ha lehet, akkor egy nagy reflektorral világítanám meg, hogy én mennyit tettem, és innen talán meg is. Nem kell elfüggőgyöznünk? Ha láttok, ilyen fehér alapon feketén dolgozunk. Most... És lehet, hogy tényleg beugrott valami standby-ba. Standby mi? Nincs jel, majd minden lesz. Jó, néhány állapotba kerül az a újak, te mi vagy? Projektor. Nem tetszik, hogy ah, that's great. Te pedig tudom, hogy készelődésről, de mi vagy? Ez nem biztos a szervezés. Már nem olyan. Persze.
csak így működik. Jó, nem esetleg három bölcsész van. Nincsen itt valami zoom. Robi, kezdjük el a... Oké. Bocsánat. Nem leszek hosszú. Az én húzom, hogy ne gyerek. Egy hangzatos cím. Ezen majd rángódhattok. Elküldöm majd a cuccot mindenkinek. Ha van rá igény, ha megkövezéshez árul az előadás, akkor nyilván letörlöm, és sose létezett az előadás. Az előadás keretei, most felolvasom a diát, mint a rossz előadó, nem matematika. Mert nem értek annyira a matematikához, mint amennyire belépő szinten kéne egyáltalán ezekhez a témákhoz. Csak egy kicsit fizika, inkább gondolkodás, gondolatébresztés, 20-30 percet szánok kérdésekkel együtt, mert egyébként is elég sokszor szerepelek itt a egyfajta hivatalos tézisek opponenseként a józanész és a mérnöki oldalról az elméleti fizikusokkal szemben. Úgyhogy nem akarok plusz időt elfoglalni. Ez a monológus. Ez a lakot, ha fázol. Ja, nem, köszi. És akkor ne csinálj. Jó. Először is ugye a fizika kultúr története az a következő képpen alakult. Valami atom, már az ókortól kezdve, aztán fényhullám, fényrészecske 19. század, 20. század. Hurrá, Einstein megkapta a Nobel-díjat, fotoelektromos jelenség, már van foton is, nagyon szeretjük. És akkor Einsteinnek volt egy másik ötlete is. Méghozzá ez a görbült tér, amivel gyakorlatilag hazavágta a newtoni mechanikát, de hát nem hazavágta, hanem saját elméletébe beintegrálta kiválóan, ami ugye arról szól, hogy ha nem látjuk, hogy a testeket ilyen erők meg micsodák, hogy gyorsítja, képzeljük el, hogy ez az egész a tér geometriája vezethető vissza, és akkor gyakorlatilag mindenről a tér tehet, és Einsteinnek ez volt a brilliáns ötlete. Minden körül neki, azóta se tudnak integratívan mit kezdeni az ő elméletére, mert nem tudja a másik három kölcsönhatások gravitációt bekebelezni, magával egyesíteni. Tehát az, hogy a térrel van valami dolog, azt egyelőre Einstein mondja, az összes többi dolog, az elektromágneses kölcsönhatás, a gyenge és az erős kölcsönhatások, ezek mind részecske alapúak, legalábbis mai ismeretünk szerint. És ezért is nehéz összebékíteni ezt a kettőt, mert ez számomra úgy tűnik, bár ebben ebből nincs igazán, mintha ezek olyan ős ellentétben lenne a kettő egymással, ugye ezt a filozófia Márványnak és Fának mondja ezt a két... Ez a kakunak. Tudományfilozófia egy hajtása, és igazából ez mutatja, hogy ez mennyire összebékíthetetlen ez a kettő, és hát hogy mennyire mégis ennek az összebékítésén törekszenek. És utána bejött a kvantumvilág, ami különböző okosságot hozott be, maga elég nehezen értelmezhető paradoxonjaival, melyek könnyen értelmezhetőségére már hoztak egy pár tudományos elméletet az elmúlt évszázadban. Lehet, hogy én is ezek közé állok be. Jelenkor már mindent tudunk, nekem kedvencem az a kijelentés, amikor óriási arccal rendelkező emberek kiállnak a tudomány nevében, és közlik, hogy már a 10 a mínusz 40. másodpercig az ősrobbanás után már mindent tudunk, hogy azután mi történt. De hogy addig mi történt, azt nem tudjuk. Na most én a Smolinnak a becsületesebb hozzáállását vallom, aki az egyik könyvében ott a 115. oldal lap tetején kifejtett egy bekezdést, és közölte, hogy fizikusok, mi azért elgondolkodhatnánk azon, hogy a kezdeti világegyetem kezdeti állapota szorozva a világegyetem törvényszerűségével egyenlő a világegyetem jelenlegi állapota egyenletet, úgy tudjuk az egyik ebből a más, tehát a két változó segítségével az egyiket kifejezni, mondjuk a jelenlegi állapotot a kettőnek a eredőjéből, ha a másik kettőt tökéletesen ismerjük. Az egyenletben az a probléma, mondja Smolin is, hogy se a világegyetem kezdeti állapotát, se a világegyetem törvényszerűségét, se a jelenlegi állapotát nem ismerjük 100%-osan. Úgyhogy így jött például az elmúlt években, hát 100 évet tekintek el, hogy a referál rá a könyv is, ami mai előadásunkhoz csatlakozik, mennyi a Hubble állandó. Hát, táguljon mondjuk az univerzum mennyivel. Ja nem, legyen a tized része. Oké, akkor ez így jó lesz. Tehát nagyjából ilyen dolgok is vannak az elmúlt 100 évben. Tehát azt gondolom, hogy ez a mindent tudtunk, ez a inkább az igaz rá, hogy ja, nem is tudunk még mindent. Mi az, amit például nem tudunk?
Hát a tér görbését megmérhetjük, ez frankó, de mi az a tér, ami meghajlik? Hát erre fogalmunk sincs. Hogyan épül fel, hogyan keletkezett, stb. Ja, tudjuk ősrobbanással. Szép, de nem biztos, hogy mindenkit ez kielégít, főleg azért, mert matematikailag sem kezelhető, fizikailag sem bizonyítható, illetve nem magyaráznak semmit jelenleg is ismertek szerint. Vagy ha akarjuk, akkor megmagyaráz, csak nyilván speciális gondolat környezetbe kell élnünk. Kvarkok energiaszintjét, különböző atomi, szubatomi jelenségeket megmérhetjük, ez is igaz, de mi az anyag? Mennyi van belőle az univerzumban? Miért van több anyag, mint antianyag, stb. Felmerülnek ezek a kérdések. Ja, tudjuk ősrobbanást, megint csak visszamegyünk erre a divatos paradigmára, de ezzel nem magyaráztunk meg semmit. Jöhetnek a kövek, mert én sem fogom ezeket megmagyarázni. Pusztán annyit szeretnék mondani, hogy ezek a dolgok, amiket a könyvekben olvasunk, és amit látunk, és akár Einsteinre hivatkoznak, akár a nagy hadron ütköztetőre, akár a kétkarú gravitáció, gravitációs hullámmérő cuccra, amit felutóbb időben használtak és kimérték a gravitációs hullámokat, ezek mind-mind kísérletileg alá tudnak támasztani, van, amikor a szépséget, egy elmélet legyen szép, van, amikor azt választják, hogy legyen pontos a valósággal való kapcsolata, de például éppen a Hawking-Penrose párhuzamos előadások ne derül ki, hogy egyikük se ragaszkodik igazából, hogy a valósághoz bármilyen köze legyen annak, amit ő elmond. Az egyik ilyen oldalról kerüli a valóságot, a másik olyan oldalról kerüli, de nekik bocsánat, nem... közbeszólok. Nyugodtan. Hawking világosan jelzi, hogy ennek nincs értelme. Hagyjuk igen. A valóságot a fennébe, az mi? Hát igen, gyakorlatilag. Az egy háttérelmélet. Így van. Egy ki nem fejtett háttérelmélet igazából. Így van, tehát mérés szempontjából én mint mérnök ember csak azért a fizikai valósághoz tudok ragaszkodni, és valamilyen szinten nekem földhöz ragadtnak kell lennem. Én sajnos ezt az egy dolgot szereztem a tanulmányaim során, és az elméletekben nem vagyok elég jó, ezért nem tudok elszállni matematikai és filozófiai irányba. Nem erről azt a mérhetőség, az egy külön probléma. Igen. Ez egy külön probléma. Jó. A valóság mint olyan. Igen, a valóság. Most akkor az a kérdés, hogy a mérések eredményei mögé milyen akár konkurens magyarázatokat építhetünk föl. Ugye egy ideig volt az ősrobbanással szemben egyfajta más típusú elmélet, ilyen egyéb keletkezési, meg egyéb univerzum elméletek, de aztán most ez tűnik nyerőnek a paradigmák közötti versenyben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a meccs még egyáltalán nem lefutott, és ezzel a pár bevezető diával azt szeretném mondani, hogy tartsuk nyitva a gondolkodásunkat, és felvetnék egy pár ötletet, három gondolat kísérlet. Ugye bevetnék egy negyedik térdimenziót, amely nem az idő, egy kis hullámzó teret, meg egy kis kvantál teret, hogy a gondolkodásunkat feszegessük. Nem akarom nagyon megoldani ezeket a kérdéseket, pusztán azt szeretném, hogy a gondolkodásunk az kikukkantson, mert nem is tudom megoldani ezeket a kérdéseket. Szeretném, a gondolkodásunk egy kicsit kikukkantana az Einstein, illetve kopenhágai iskola a kvantummechanikában versus mit tudom én az LHC-nek a kísérletei körüli háromszögbe, ami gyakorlatilag így igazolják egymást, meg úgy az elmélet a gyakorlatban, hogy valamilyen szinten a standard módot igazol, de én ebben szeretnék egy kicsit távolítani egy kis gondolatot. Mit old meg a negyedik térdimenzió a kvantummechanika szempontjából? Hát a határozatlanság jelve egy nagy probléma számunkra. Miért is nem tudjuk a részecskének egyszer mérni a helyét, illetve a mozgását, impulzusát, akármilyen dinamikus tulajdonságát? Hát, ha egy plusz dimenzió is van, ami rendelkezésünkre áll, akkor igazából ez egy viszonylag egyszerű probléma kérdezőkállható, mert hogyha az általunk ismert háromdimenziós világunk fölül van még egy plusz dimenzió, és esetleg azoknak a részecskéknek, vagy magának a térnek van egy olyan negyedik dimenziós tulajdonság, amit mi nem veszünk észre, mert nem tudunk észrevenni, akkor lehetségesek olyan eredmények, amik három dimenzióban úgy látszanak, mintha egy valószínűségi függvény lenne.
Pedig elképzelhető, hogy négy dimenzióban az egész ez egy körmozgásra visszavezethető dolog. Mint ahogy egyébként ez számos más helyen is megjelenik a fizikában. Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom meggondolásra, majd a vita részben. Kvantum összefonódás. Hát ez egy fantasztikus dolog, meg egyenlőtlenség és egyéb ilyen dolog, de én inkább a kvantum összefonódást mondanám. Ez egy elég nehéz dolog, hogy a kvantum állapotok két egymással valamilyen kapcsolatba hozott részecskével, sőt később már fénynyalábbal, sőt részecskéknek a halmazával, most már ott jelenti, hogy 18-on részecske is össze tud fonódni másik részecskével, de persze, mivel két kvantum állapotot tud felvenni, ezért gyakorlatilag az egyik nyalába az ilyen állapotban lesz, a másik nyalába olyan állapotban, és aztán utána eltávolítjuk őket térben, akkor is az összefonódás megmarad, ez az, amit Einstein olyan találóan kísértetés távolba hatásnak nevezett, hogy ez most mitől van. Erre hoztam a papírlapos példát, amit már kapó óta ismerünk, hogyha kétdimenziós objektumokkal számolunk, amik ugye ezen a két dimenzión található, akkor egy harmadik dimenziónak a bevezetése ebben az ügyben igen sokat segít. Vegyük az összefonódott kvantumjainkat, amelyek hajlamosak összefonódni. Az egyik ide fonódik, a másik oda fonódik, azért két állapota van, mert itt két része lehet ennek a és két oldala van a papírlapnak, és ugye a kedvenc kísérlet, hogyha mondjuk így fonódunk össze, mert a térnek általunk ismeretlen tulajdonságai is vannak, akkor ugye nyilván lehet látni, hogy a részecskék összefonódva tudnak közlekedni a térben úgy, hogy egy bizonyos dimenzió szerinti összefonódásuk megmarad, és akár nagyon nagy távolságokra is el tudnak menni. Ez, amit a Kapu könyvében a mikrovilág és a makrovilág kapcsolatával ír, szerinte ilyen miniatűr féregjuk a felelősek például az alagút effektusért is, illetve van nagy darab féregjuk is, ami egy fehér és egy fekete lyuknak a egyesülése. Viszont ott is egyfajta olyan topológia van, amilyen meghajlított, meg felgöngyölt, meg egyéb tér. Ha ez működik kettő dimenzióval, és egy harmadik dimenzió bevezetéssel viszonylag egyszerű topológikus megoldást kapunk, akkor szerintem működni fog három dimenzió esetén a negyediket bevezetve is. A probléma csak az, hogy nem tudok négy dimenziós objektumokat lerajzolni, és nem tudom megmutatni, négy dimenzión belül hol találhatók azok a három dimenziós végtelen számú térszeletek, kockák, amelynek az oldalára ezek a kis valószínűleg n plusz egy dimenziós kis cuccok kvantum összefonódnak, és akkor el tudnak távolodni. Tehát elég nehéz belegondolni a negyedik dimenzióba ebből a szempontból, de a kvantum összefonódást gondolt kísérlet szintjén meg tudja magyarázni. Alagút effektus, hát ez viszont pofon egyszerű, gyakorlatilag egy itt a potenciálgát, két dimenzióban vagyunk megint csak, és a két dimenzióban lévő potenciál gátat úgy tudja megoldani. Hova tehát ugye a kvantummechanika az alagút effektusnak a problematikája az, hogy a részecske itt van, egy magasabb energiaszintű potenciál gátat nem tud megugrani, de valami miatt mégis ide jut. És ugye mindenki mondja, hogy hát ez az irányú mozgás, ez elég furcsa lenne. Akkor milyen irányú mozgás van? Hát például, ha rezeg ide-oda az elektron, akkor valószínűleg kiugrik egy negyedik dimenzióba, mert miért ne, hiszen már bevezettük, hogyha a negyedik dimenzióról beszélünk. Ez simán megoldja, mert gyakorlatilag egy plusz dimenzióval szépen át lehet emelni ide, és nem sérülnek elvileg az elméleteink. Tehát egy plusz térdimenziónak a bevezetésével gyakorlatilag a kvantummechanika összes paradoxonja gondolatkísérleti jelleggel megoldhatónak látszik. Persze utána jönnek az ellenérvek, és lehet, hogy két órán beszélünk, már én magam is belátom, hogy ez hülyeség, de gondolatkísérleti jelleggel mindenképpen érdemes. Nyilván ezekről tudom, és Kinga azért is hiányzik, mert ő felvetne olyan kérdéseket, ami körülbelül ilyen mondatkezdéseket jelenteni, hogy de akkor ez hogy van, de akkor az hogy van, és akkor jöhetne az értelmes vita, ami gyakorlatilag egy erős kvantummechanikai elméleti háttér és az én ötletem közötti ütköztetésben lenne, de Gyulára is számítok ebből a szempontból, de Kinga nagyon jó szokott lexikálni, úgyhogy azért mondom, hogy rá hivatkozom. Ezt egy kicsit rákcsáljuk, és utána jön a következő agymenésem,
ami nagyon bocsánat, tetszik. Bocsánat, az a szörnyű ugyan támnak szörténk, de nem tudja, hogy konzultáció van. Hát pedig a konzultációk időpontja meg van hirdetve előre. Én magam e-mailbe kaptam meg. Tőle? Nem, vidéki srácoktól, akik megkapták időre szeptemberre. És lenyelni nem tudunk, akkor mondok még vadabbakat. Mit old meg a hullámzó tér? Hurrá, hullámzó tér! Ez az 50-es években egy népszerű fogalom, úgynevezett vezérhullámmal operál. Ez a vezérhullám, ez gyakorlatilag azt mondja, hogy szakadjunk el attól a gondolatmenettől, ami régen volt, és vegyük azt, hogy ez a részecske hullám tulajdonság, az valódi hullámot jelent. Ugye mindenki tudja a kvantummechanika jelenlegi állapotát, ezt elmondom, ezzel kapcsolatban is volt vita, de az Orosz László Ruf Tibor vita a Hitrádióban is hallatszott, és ugye Orosz László, aki tanított engem a BME-n, ő világosan elmondta, hogy mi az álláspont a fizikában. Nincs igazából a fizika szerint hullámrészecske kettősség egy elektronnál sem, vagy fotonnál sem, mert ezek részecskék, csak valószínűségi hullám szerint viselkednek. Ez a hivatalos álláspont. Nincsen szó tehát hullámzó fotonról, meg egyéb dologról. Mindenesetre, akik ezzel az elmélettel elégedetlenek, azok De Broglie-ra hivatkozva, és az ő vezérhullám elméletére hivatkozva, kitaláltak egy olyat, hogy mi van akkor, hogyha a részecske az egy ilyen viszonylag hullámzó térben halad előre, és a saját maga által keltett hullámok terelik az ő útját ilyen határozatlan irányba. Ez a cikk, amit én belinkeltem, ez nyilván egyfajta szenzáció hajhászás és sok minden hivatkozás. Nem gondolnám, hogy áltudományossági szintig eljutna, mindenesetre javaslom a megvizsgálását. Különböző szuperállapotra hozott folyadékcseppek úsznak különböző anyagnak a tetején, ami ilyen folyadék szerűen viselkedik, és akkor mindenki elégedett lehet ezzel a dologgal. Közben egyet elfelejtettem, belülre az internetet, mert akkor nem tudom betíteni. Tágítást szeretnék, ugye nekem nagyon érdekes a következményei miatt. Következményei pedig a következők. A kiküszöböli a kísérteties távolba hatást és a hullámfüggvény összeomlását is. Mivel ugye a hullámfüggvény összeomlása az egy misztikus dolog, nem tudjuk megfogni, hogy mitől omlik össze ez a fajta hullámfüggvényes dolog, viszont hogyha behelyezünk abba a térbe, ami elvileg hullámzik egy megfigyelőt, ami valamilyen módon erre a térre kihatással van, akkor nyilván egyfajta mechanikai jellegű magyarázatot kapunk arra, hogy miért nem lép fel az a típusú interferencia, ami a hullámfüggvénynek a alapján felkerült léte. A cikk részletesebben elmagyarázza. Illetve egy kiküszöbölő kísérteties távolba hatást, ami azt jelenti, hogy általam még meg nem értett módon, úgyhogy ezt csak reklámozom, de a részecske összefonódásra is egy jó magyarázattal szolgál. Valami olyasmi példát mond, mint egy ilyen vízcsepp, aminek van egy párja ott alul, egy buborék, nem tudom. Nem akarok nagyon belemenni, mert ezt a részét nem értem, de ezért mondom, olvas utána. És utána harmadjára egy kellemes kis bulváros zárszó. Mit old meg a kvantált tér? Hát nekem ez a kedvencem, Etesi Gábor előadása óta. Ugye házon kívüli előadást tartottunk valamelyik évben, talán két éve ősszel, amikor is az ELTE-re Gyula meghívta az egyik Young Milsterekkel és egyéb ilyen elméleti fizikával foglalkozó fizikust, az Etesi Gábort, akinek a nevét ugye megtaláltuk az ezzel kapcsolatos cikkeken, és szerettük volna jobban megérteni a dolgokat, és akkor az ő előadása az többünkre ilyen megtermékenyítőleg hatott, mert nagyon jól elmondott fizikai alapokat, és úgy le lehetett bizonyos fundamentumokat rakni, viszont el is lehetett távolodni egy gondolati szinten, lehetett kalandozni jobbra-balra. Nekem akkor jutott eszembe, hogy miért ne lehetne a tér is kvantált, hiszen ha minden kvantált, akkor a tér is lehetne kvantált. Ez ugye azt jelenti, hogy az anyag, ami a jelenlegi ismereteink szerint a térben van,
az csak bizonyos szintű energiaállapotokat tud felvenni, és ez azt jelenti, hogy ez a, ezért kvantum mechanika, mert kvantálva van. Miért ne lehetne a tér is egy folytonos, végtelen, nagy felbontású szövet helyett egy valódi szövet, aminek vannak szálai, mint a ruhának, illetve nem is tudom minek, a ruhaszövettel maradjunk. És ugye mit old meg, hogyha a teret kvantáljuk? Hát kedvencem a kétrés kísérlet, amit elég nehéz ugye megmagyarázni. Ez a kétrés kísérlet, ez arról szól, hogyha akár egy elektron is átmegy a kétrés valamelyikén, vagy mindegyikén, vagy oda belőjük, akkor gyakorlatilag úgy viselkedik, mintha önmagával interferálna. Ezért már rá is ütöttük a pecsétet, hogy ilyenkor a részecske önmagával interferál, mert nem találtunk rá jobb magyarázatot. Na most ez néhányaknak kiveri a biztosítékot, nálam is. Nem láttam még önmagával interferáló részecskét, mert nem is hiszek igazából benne. Úgyhogy én egy kicsit determinisztikusabban fogom fel a világot, bizonyos valószínűségi változókat megengedve. És ugye a kétrés kísérlet során én észrevettem, de szerintem más is észreveheti, hogy ez az interferencia kép, ez egyrészt vonalas. Ez egy nagyon fontos kérdés, tehát vannak benne sötét és világos fotók. Vannak olyan zónák, amikben nem nagyon jelenik meg az elektron. És egyfajta Gauss eloszlást követ, tehát ha látjátok, a középső vonal a legsötétebb, ami azt jelenti, hogy egy intenzitás görbét rajzolnék fel, akkor letörölve ezt a Gauss-szerű kalapot, egy másik Gauss-szerű kalapot tudnék felrajzolni. Tehát ennek a görbének mondjuk a lefektetése ebbe a koordináta rendszerbe, ez valamilyen típusú intenzitás görbét mutatna. Ami ne téveszem fel, ez mondjuk nem lineáris, hanem inkább erre a Gauss görbére hajaz. Tehát az az öt vonal, ami ott van kékben, szerintem intenzitás szempontjából ez az öt vonal, ami itt van pirosban. És akkor találtam egy YouTube videót, ami teljesen máshonnan jött, és ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Nagyon vicces, mindjárt rá is kattintok. És hát rendkívül fel vagyok készülve, csak nem jön be a kép. Úgyhogy én már látom, de ti nem látjátok, gondolom. Ezzel mindenki elégedett, úgyhogy szerintem kilépek a PowerPoint vetítésből, és megmutatom magát ezt a videót, ami gyakorlatilag arról szól, hogy ez egy ilyen fajta Gauss eloszlás bemutató cucc, számomra mégis egyfajta elektronágyúval egyezik meg, ez itt az elektronforrás. És utána, hogyha az elektronforrás egy viszonylag egy irányba meglövi ezeket a cuccokat, akkor azt lehet látni, hogy a kvantált tér bizonyos pontjain felütköző részecskék, azok automatikusan ezt a típusú szórást adják, aminek kétfajta tulajdonsága van a megfelelően előkészített tér miatt. Egyrészt vonalas képet ad, másrészt meg egy Gauss eloszlást. Ennek lehetséges, hogy tökre semmi köze nincsen a kettőnek egymáshoz. Ezt azért elmondanám, mert a természetben rendkívül sok helyen előfordul a Gauss eloszlás. Viszont mi van, hogyha ez egy gondolatkísérlet erejéig mégis megtermékenyítjük a gondolatainkat és valamire rájövünk. Ugye ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy na jó, de hol vannak akkor a kvantált térben azok a kis pontok, ezek a kis műanyag pöckök, amin megütközik a részecske, és ugye szóródik magán a téren. Ez, amit nagyon nem könnyű bemutatni, hiszen ha ez könnyű lenne bemutatni, akkor már mások megcsinálták volna, és vonatkozó kísérletek is lennének. Én azt gondolom, hogy amit én ma el szerettem volna mondani, ez ennek a háromnak az eredője, és ezért is mutattam meg, ez nem három konkurens gondolatkísérlet, ez tulajdonképpen egy irányba mutat. Én jelen pillanatban javaslom az elgondolkodást egy négydimenziós térben lévő, egy négydimenziós kvantált térben lévő olyan modellen, ahol a tér hullámaival is számolunk. Erre mutatott ez a három gondolatkísérlet, amit szerettem volna megmutatni, és
nem úsztátok meg az utolsó diát, mert az utolsó dia alapján köszönöm a figyelmet, több dimenziós tiszteletem a hallgatóságnak. Több mint három. Jó, nem túl szép dimenziós tiszteletet. Köszönjük. Hát ez nem is volt provokatív. Nem lényeged volt reakció vagy válasz, mármint az előző két héttel ezelőtti óra tematikájához mértem. Vagy még egyszer mondom, a tét az az, hogy az Einstein-féle általános relativitás elmélet és annak kibővítményei minden körülmények között téridő kontinuummal számolnak. A másik, de ez egy gyermekbet, mégis el kell mondani a gyermekbetnek közelítés, a kvantált tér az nem lehet, hogy mondjam, a kvantum elmélet pedig éppen ellenkezőleg diszkrét és lyukacsos, szemcsés, szövetszerű, tehát hogy maga a tér, amely önmagában értelmezhetetlen, hiszen nem abszolút térről beszélünk, ezt gondolom nem kell mondani, eredményben nem ez. A két évvel ezelőtt, vagy két és fél évvel ezelőtt egész fél éves előadás sorozat, az Etesi Gábor féle, az jól lett fizikus tartotta, a címében is, ugye a diszkrét aritmetikával foglalkozott. Tehát, hogy magyarázzam, a számuniverzum az maga szintén lyukacsos, tehát magyarán szóval nem kontinuus. Mert nem egyenlő azzal a problémával, amit most birkózunk, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Na most az a legszebb és legextrémebb megoldás, amelyel már Witten előtt, tehát az egyesített húrelmélet előtt előrukkoltak a húrelmélet képviselői, és amelyet az egyik Black, sosem tudom megjegyezni, nem, az egyik Green, bocsánat, a Brian vagy a másik Green, a húrelmélet Green könyve szépen elmagyaráz, hogy hogyan foldozza be a térszakadásukat a húrelmélet csatolási állandójának optimális megválasztásával. Az gyakorlatilag tényleg ellen példa, hogy úgy kell elképzelni a nem abszolút teret, hogy egy bizonyos energiaszint után szakad, és hát persze az energiaszint nagyon magas, és nyilván Planck méret körül vagyunk, ezt nem is kell szintén mondanunk. És hogyan voltozza be önmagát, hogyan szakítja és voltozza be önmagát állandó jelleggel. Na most azon kívül azt is figyelembe kell venni, hogy a három kölcsönhatás, amelyre nézve a kvantálás sikerrel megvalósult, karamázta és ismeri el, és verifikálja, vagy konfirmálja, hogy tetszik, azok nem háttérelméletek, csak a gravitáció, hát önmaga egy háttérelmélet, tehát nem tud semmit az. Ezek viszont igen. Tehát nem lehet hasonló, hogy is mondjam, csak megközelítéssel fordulni felé, vagy birkózni felé, nem tudom. Na most még egy dolgot, mert nem akarom a hosszas dumával agyonütni a és mondjam csak a beszélgetés vagy a vitát, hogy még a század elején, amikor ugye egy lengyel és egy svéd, ugye a Krauze és a Kleine, illetve hát most a származásokat hagyjuk, tehát egy lengyel és egy svéd állampolgár, Einstein levelezésével kapcsolatban az ötdimenziós megközelítés, ebből a szempontból valami olyan, mint a tér, és azt is vegyük észre, vagy legalábbis vegyük figyelembe, vegyük észre, nem szívesen használom, ezt a matematikusok szokták, hogy egyen magasabb dimenzióban a vizsgált részecske, ha tetszik, automatikusan szuperplanált állapotban van, per definíció nem. Tehát nem kiküszöböltük ezt a bizonyos kvantumos D vagy akár szuperpozíció. De hát ez egy matematikai spekuláció. Tehát itt ismét eljutunk odáig, amit az is egyfajta interferencia probléma, amit a kakó, a márvány és a fa kérdésével próbált megjeleníteni, hogy keressünk olyan matematikai hátteret és bázist, ami alkalmas arra, hogy megoldja a paradoxonjainkat és a nehézségeinket, vagy egy matematikai elmélethez keressünk olyan kísérleti bizonyítást, amely az beágyazható és akkor sikeresnek bizonyít. Ez tényleg interferencia, nincs, itt nem lehet kitüntetni. Egyik fut a másik után, tényleg úgy tűnik, hogy ma
az elméleti fizikának, ez ugye az elméletek, sikeres elmélet matematikai leíráshoz keressük a méréseket, ez most tényleg vezet. Ez a tendencia. De korán sem biztos, hogy mit tudom, 10-15 év múlva ugyanígy áll a helyzet. Na most, én befogom a számat, a Robi mondandójával kapcsolatban a hullámzó tér, mint olyan, hát persze ugye a részecske korpuszkula probléma, ez korábbi, nem 19. századi, ez már Descartes-tal elkezdődött, Huygens-szel, Etienne-nel, Leibniz-ig, stb. És éppen erről volt szó, hogy létezik egy a Leibniz-ivel, illetve főleg a Newton-ival konkuráló elmélet, kvázi térelmélet, ez a Descartes-i örvényelmélet, ugye, amit nagyon távoli kölcsönhatásokkal még alkalmaznak is a fizikában, de hát azért komolyan mondom, nem. Jó, egyrészt, tehát mi magadtan befogadó számát idejönnek, hogy bárkinek akkor észre